Az év elején gyulladt ki ennek a családi háznak a tetőszerkezete tácon. Az oltást egy szabadnapos tűzoltó egy kerti locsoló tömlővel kezdte meg, majd a hivatásosok és az önkéntesek közös erővel fékezték meg a lángokat. Ehhez azonban számos speciális eszközre, védőfelszerelésre volt szükségük a tűzoltóknak. Éppen ezért a katasztrófavédelem évről évre nagy hangsúlyt helyez az önkéntesek munkájának támogatására. Így idén is meghirdette azt a pályázatot, melynek keretében országosan összesen 480 millió forint értékű természetbeni és pénzbeli támogatásra pályázhattak a szervezetek. Minden napok folyamán segítik a munkánkat. Idei évben ugye közel 2800 beavatkozás történt eddig, tényleges beavatkozás, és ennek 20%-ában önkéntesek is részt vettek ezekben a beavatkozásokban, illetve hát Fejér megye vonatkozásában négy önkormányzati tűzoltóparancsnokság 645 vonulást teljesített az idei évben. Ennek a munkának a segítése érdekében ugye minden évben, elmúlt években történtek ilyen támogatások. Azt, hogy ezeket a feladatokat megfelelő minőségben, megfelelő színvonalon tudják végrehajtani. Korábban a szervezetek működési költségekre, egyéni eszközbeszerzésre, gépjárművek laktanyák felújítására, karbantartására nyertek el pénzt. Szerdán pedig a pályázati forrásból beszerzett eszközöket vehették át a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság belső udvarán. Önkormányzati tűzoltóparancsnokságok több mint 5 millió forint értékben kapnak ma ilyen eszközöket, a önkéntes tűzoltóegyesületek pedig 11,5 millió forint értékben vehetnek át a mai nap folyamán ilyen eszközöket. A megyei önkéntes tűzoltóegyesületek 11,5 millió forint értékben, az önkormányzati tűzoltóságok több mint 5 millió forint értékben vehettek át többek között agregátorokat, védőeszközöket és védőruhákat.